Most elkezdett, Agyasodban. hogy 6000 év múlva valaki oda megy haza beszélgetni, és azt mondja neki az összörny, hogy igen, kérek mézet. És így, what the fuck, bro. Jó. Szóval igen. Ja, úgyhogy mindössze gyújtok, készen álltok a sötétség innen első oldalán. Én meg szeretném jegyezni, hogy srácok, azok a válaszok, amiket adtam erről a fajról, a filetisről, lesz valaki nekem mondta, tehát hiszen ezt valaki tudta, hogy ezt kérdezzük, és így megmondta nekem a válaszot. Kire gondolsz? Mi? Hol már hallottál most? A filetiszekről? Valaki súgta nekem, így most, amikor kérdeztétek. Én így körbenézek. Hátad magad. Jól érzed magad, Dranár? És így ráteszem az egyik vállára a kezemet. Nem tudom. Nem tudom. Furcsa volt. Csak szeretném nagyon komolyan a szemébe nézni, és ő volt. Mármint az ő hangja lehet. Volt? Lehet. Igen. A Filetiszre gondoltak, vagy kire? Nem, mindegy. De szerintem nincs gond. Nincs gond. Ezek a lények lehet, hogy valamire képesek, tudod, Damien? Lehet, hogy az volt. Játszanak az elmébe. Én tudom. Ha bármi baj van, szóljatok, hogyha úgy érzitek, hogy valami ha, olyan hangot... De ha más hangot hallasz, igen. Akkor szóljatok. Már is látom, hogy Ambrózi, hogy meg van ijedve egy picit. Inkább különösen nézek, aggódva nézek inkább, nem megijedve. És oké, rendben, akkor így. Kicsit én is oda nézek, de Renára, kicsit ilyen megnyitott a szemmel, hogy Kolunár még mindig közel van, szerintem ideig is meg tud beszélni. Én nem hiszem, hogy ez olyan ijesztő lenne. Lehet. Nem tud ártani nekünk. Köszi Ambrózi, hogy aggódsz. Bár egy kicsit tényleg furcsa nézem magam. Megint fáj, és így látjátok, hogy a hátamból így jön ki egy kéz. Milyen ki a hátad van? What the fuck? Sikítok egyet. A bécsengyével szórakozik biztos. Oh my. De milyen meg sem moccan. Már mint így tudja. Nice. Na jó, srácok, kösz az aggódást. Nincs a baj, nincs a baj. Kicsit feldobtam a kérdeket. Szerintem mehetünk is tovább, akár. De a fal mellett sétál inkább, szerintem. Mondom ezt is, hogy beállok mellé, miközben hogy a fal mellett sétál. Csak a pozitív hangokat halld meg, a negatívakat azokat zárt ki. Rendben. Még ilyeneket mondok, miközben haladunk fel. És minél több ilyen kijöntés hangzik el Varisnak az arca, annál komorabb, így percről percre egy ilyen kifejezéstelen arccal néz maga elé. Mi történik itt, srácok? Én vagyok az egyetlen, aki nem hall hangokat. Én kicsit körbenézek, hát lehet. Szerintem induljunk el most már. Menjünk nézni meg a 11. emeletet is. Egy pillanatra ilyetten így megrezzének. Én is hallottam valamit. Úgy látjátok, hogy Dráne egy kicsit elmosolyodik. Ennyi. És így az ijamat felemelem oldalra. Jó, közben haladtok tovább fölfelé, ha jól értem. Olyan. Így van. Jó. Ahogy haladtok tovább, Ambrózia, így áll a kezedben. Egy pillanatra megállsz, ahogy meghallasz valamit. Amit addig egy napja hallottál. Éppen itt hallott csak nem egy kicsit lejjebb. Egy száncsapás. Meg egy másik. Indek a többieknek, hogy lentre, hogy jönnek. Valószínűleg lentre, ugye? Mhm. Jönnek.
És elkezdek gyorsabban lépkedni felfele. Ó, oh boy, milyen messze vannak. Vissza kell mennünk a hidegre. Technikai megpróbálhatjátok azt is, vagy mehetek tovább elérni a következő ajtót, ha volt rajtatok el. Ennyire csak annyit tudtok, hogy akár is, de lentről közelednek. Mennyire van messze a következő kísérlet? Hát amilyen távolságban ez ugye a spirálon az ajtók között, nagyjából félúton vagytok a kettő között, amikor ezt meghallod. De ránézek a többiekre. Én nem fordulok vissza egyáltalán. Úgyhogy én megyek tovább, hogy ezt mondja. Vagy ha Varys megáll, akkor én is elgesz. Én Varysra meg Damienre nézek, mint a két líderünkre. Talán. Menjünk. Sessünk előre. Nem szeretem a hideget, csak az a bajom, hogy eddig két kísérletet megnéztünk, és egyik se volt veszélyes, de most már egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a következő az veszélyes lesz. Szóval tartsátok nyitva a szemeteket. Akkor sprint felfele. Jaj. Tűrtőztetnem kell magam, hogy ne szaladjak. Fogalmazzunk úgy. Oké, okay, tehát akkor előre. Sebb ne! Pillanat, ja, ez jó lesz. Oké. Okay. A következő ajtót elérve, hogy már egyre közelebb és közelebb halljátok a szárnyakat, már halljátok a kis hegyes lábak kattogását a falon, amikor eléritek a 153-as kísérletet. Ezek nem tudnak számolni. Vagy számozni. Ugyanaz a hasonló vasajtaja van. Én gyorsan kinyitom és bemegyek, amint megvárom a többieket, hogy bejöjjön, ez nem csukom be. Bevisz is magadra se fotozol. Igen, és mutogatom neki, gyertek. Követem. Ja, de megyünk. Oké. Ezúttal nem egy folyosóra érkeztek, ahogy magatokra csukjátok az ajtót a hátatok mögött. Egy nagy, majdhogy nem kerek terembe. Tehát ilyen kis egyenes faldarabok alkotnak egy majdnem kerek termet. Nem tudom, hogy egy 16 oldalú termet milyen görög szóval lehetne leírni. De mivel egy 16 oldalú terembe érkeztek. Minden oldala... minden oldalra egyenlő méretű, kis téglalap alapú. Viszont az feltűnik, hogy mindegyik fal egy kicsit más árnyalatú. Mintha ilyen üvegszerű borítás lenne rajtuk. Egy diszkógömb belsébe kerültünk? Jó, egy diszkógömb. És van valami a szobában? Vagy csak így a... A szoba belsejében egy kis pedesztál áll. Nagyjából ilyen hasmagasságig ér. Megvan világ is? Hát csak azzal a fegyel, amit magatokkal hoztuk. Én eddig úgy kezeltem, hogy Varys most, hogy már nem kell lopakodni, tud lightot kasztolni, meg dancing lights, meg minden, tehát ilyennel nincsen bajotok. Okay. De Isten fákja. Úgyhogy nem, az pénzbe kerül, olyanra nem költünk. Nem, én egy réz. Öt aranyom van. Rész vagyon. Spórolni kell. Mivel ott van a 16 fal, és a pedesztál középen. Látunk valamit a pedesztálon? Rögtön mondom. Azon a sejt. Szeretném beakasztani az ajtót, hogy ne tudjanak bejönni. Van
A szörnyeknek befelé fordított a hüvelykujjuk? Nem, ezek ilyen karomszerű lábakon járnak. Aha. És elég okosak, mint egy velociraptor vagy... nem tudom, megvizsgáltad az előző agyát. Na jó, szeretném nyitva tartani. Meg tudom mondani, hogy nagyon is állati módon támadtak, amikor harcoltatok az egyikkel. Nem tűnt úgy, mintha különösebben gondolni egyáltalán a saját épségére. Jó, ezért ugradok az ajtónál is. Hát itt a... ahogy tartod az ajtót, azért érzed, hogy kopognak a külsején, próbálják karbolni, de láttad már az előzőn, hogy valószínűleg nem boldogulnak vele, amíg nem tudják lökni, addig átrágni nem tudják magukat. Közben a pedesztálon ugyanúgy egy 16 oldalú pedesztálnak a sima felület, sima felső felületét látjátok, aminek a úgy van, a közepén áll egy ilyen hegyes, piramisszerű kis kristály, aminek az egyik ilyen háromszög alapú kristály, aminek az egyik oldal egy kicsit hosszabb. Amit ahogy körbejártok, megnézitek, ahogy a különböző irányokból nézitek, mint hogyha különböző színeket venne föl. A pedesztál oldalain pedig írásokat láttok, csak ilyen röviden megfogalmazva. Különböző nyelveken van, van köztük néhány, ami celestial. Mindjárt megmondom, hogy melyikek. Csak gyorsan posztolja ki mindenki, hogy milyen nyelveket beszéltek. Érdekel, hogy van-e olyan, amit egyáltalán... van-e olyan, amit senki nem beszél? El is adtam, nem is szó. Drakonék... Aha, tehát az izét nem beszél is senki. Oké. Okay. Csak kellett volna az a Comprehend Language. Majd legközelebb. Jó, nézzük csak. Elkezdtem bemásolgatni azokat, amiket ismertek. Egy pillanat türelmet kérek. Vadriken. Mi? Vadriken írja. Persze. Mindent ő csinál. Tudhatnád már, hogy minden ő. Big Pet Evil Guy. Egyek. Ops, nem, az incorrect. Majd ez is mehet. Meg ezt is. Jó, aki szomjas, az most menjen inni, mert ezeket egyesével kell bemásolgatnom. Ez is mehet. Sajnos nem ebben a legjobban formatáltam itt az információt. Soha nem iszok. Csinálhattam volna jobban. Ezt, ha jól láttam, akkor... De igen, ez is mehet. Undead open inside. Yep. Hogy gyerünk már. Ez is mehet igazából. Ja, az... ez is mehet. Az nem, ez sem. Ez... ja, ez is mehet, hogyha úgy üzentök. És ez pedig... ja, ez is mehet. Akkor viszont ide beírok kettőt a izé elé.
amit viszont nem ismertek. Ja. Így né. Ezek különböző világok lehetnek? Nem tudom, hogy itt van még mindenki. Igen. Szóval neki nincs itt. Ez nekem nagyon úgy tűnik, mint valami erre lehet teleportáló gép. Ó, ja, semmi. Ezekről a világokról hallottunk már egyébként? A nagy részükről valószínűleg igen. Azt hiszem egyik ődök sem olyan nagyon nagy D&D nerd a Deep Lore-ral, úgyhogy amit tudtok, azt biztosan tudjátok. Megbízom benne, hogy pont annyit tudtok, mint amennyit kéne, hogy tudnatok. Egy nagyon pici dolog, amit nem tudunk elolvasni, én azt is leírnám egy füzetbe, hogy később lefordítsuk, csak hogy... Ugye kettőt nem tudtak elolvasni, de Sur feljegyzed őket. És ezek így körbe vannak írva a... Igen, utra, vagy... a PLS-re 16 oldalán. Nem hiányzik, csak az, amit egyik őtök sem tud elolvasni. Ja, de azokat is pontoltad. Mármint a pontok, gondolom, azok nem? Akkor igen, a pontok az a kettő, amit nem tudtak elolvasni. Én értem, de akkor ja? Az 15. Kihagytam volna egyet? De ezek igen, vannak... igen, a materiálplét kihagytad. Hogy megyünk haza? A fontosat nem írtad le. Vagy szándékosan kihagytam. Még messzebb kerülünk ott. Ja, akkor. Pont. Szerintem is amúgy Isgard és Limbo között nincs meg egy. Tudom, hogy mit hagytam ki. A... Home. Igen, három pont van. Az egyik pontot hagytam ki. Tehát de hol? Egymás után. Hát a három egymás után, azok egy helyen vannak. Igen, yeah. Oké. Okay. Kihagytam egy pontot. De akkor itt is gombok vannak egyébként? Nem, itt középen áll ez a enyhén eltolódott háromszög alapú kis piramis kristálya. Ezért PLS-tel közepén. Feltételezem, hogy amerre fordítjuk a hosszabb oldalt, az a kiválasztott hely. És feltételezem, hogy a Limbo alatt sehova nem akarom menni. Ez vagy a többieket, nem nagyon ismerem, hogy melyik. Az a Mount Celestia, az elég barátságosak tűnik. Mount Celestia, az valószínűleg az Istenek azon közel, hogy Elysiumnak is. Minden sorban van, mert úgy látom, hogy sorban van, ugye Pandemonium, Abyss, Hades, mind az alvilágban vannak, amennyire én tudom. Nem tudom, hogy mi lenne, ami ott vannak ezek közül. Hát ahol most vagyunk, nem? Arcana check. Vagy religion, mindkettő jó. Én az első hármon kívül semmelyikbe sem mennék. Segít nekem a Arcanával? Persze, én help a legszebb, amennyire csak tudnak. Hogy közösen gondolkodtok, és... Jézusom, hát ez jó szebb lett. Ja, ezek... Mennyi lett? Ja. Csak folytasd azt, amit tud. Ennyi tudok. Hát jó, az a baj, hogy másfelem nagyon nem tudunk menni, így hogyha valaki elég bátor lehetséges, hogy valamelyik barátságosabb helyet megpróbálnánk. Amennyire én meg tudom tippelni, vagy Arbora, vagy Isgard, azt mondjuk a leg... Se nem túl jó, se nem túl rossz. De lehet, hogy a túl sokkal jobb az jó lenne. Hát kivéve, hogyha felkerülünk Mount Celestia, és meglátunk egy istent, aki csak ránézünk és elforladunk. Már nem tudom, hogy nincsenek istenek, de still. Valahol vannak, akkor ez Mount Celestia lesz. Hát... Oh boy. És mekkora ez a szoba? Körbenézünk, így van valami a
ajtó, vagy bármi, vagy csak ez a 16 fal vége. Most, hogy belegondolok, tehát a 17 ugye a bejárattal együtt. A 16 volt az, ami fontos is volt. Nagyon úgy néz ki, hogy ez a terem erre a célra épült. Hogy ezt a 16 falat posztolja. Hát, még mindig kimehetünk a lényekhez harcolni. Nem tudom, melyik a jobb, mindig rossz voltam ilyen földrajz és istenrajzba. Nem tudom, melyik a rossz istenekkel harcolni, vagy repülődögökkel. Ezt komolyan kérded? Én nem, azt mondom, hogy a Beast Lance az engem eléggé vonz. Hogy mondod? Ez a Beast Lance az elég jól hangzik. Én szeretem ami a... ezt illeti, és meglep engem is, de egyetértek Ambrosiával. Ez miért lefett téged? akkor próbáljuk meg abba az irányba állítani a háromszöget. És így, hát hogy mondjam, én az arborára szavazok. Az igazság, hogy a törzs, onnan származom, az egy olyan lényhez imádkozik, abár nem igazán hallgatta meg az imáinkat az utolsó emberöltőkben, amire emlékszünk, aki az arborán él. Vagy élt. Akkor szóval... itt az idő számon kérni. Számon kérni, dehogy. Ő egy tökéletes, mindenható lény, aki szereti az elfeket. Akkor itt az idő beszélgetni vele? Hát én azt próbálnám meg, az áll a legközelebb a szívemhez. Akkor menjünk oda. És... Így nem fogunk hazaérni. hogy így mindenki rendben van ezzel. Most nagyon más kiutat úgy csináltuk. Hát majd legközelebb megyünk az abizba. Szebb egy picit mérlegeli, hogy kironta a hárpiák közé. Ahelyett teleportálni egy isteni létsíkra, de aztán megrázza a fél, és azt mondja, hogy nem fogunk hazaérni, mert ugye? Van egy olyan érzésem, igen. És mondta Lambrosia, 50 darab, vagy mennyi volt? 50 plusz? Egy koponya volt a számuk helyén. És akkor ki szeretné mozgatni a háromszöget? Szerintem legyen Varisé a megtiszteltetés. Hú, jó. Oké. Akkor odalépek ehhez a gyönyörű kőhöz, és elfordítom, ahol megérintem először is. Várok egy másodpercet, hogy így felrobbanok-e azonnal, vagy így valami történik-e. Egyenlőre még nem. Jó, akkor megpróbálom Arborea felé elfordítani. Elfordítva bekattan minden egyes pozícióba, csak így tovább kell nyomni, és jelenleg Arborea felé mutat. Úgy tűnik, hogy szükségünk van valami másra is. Nyom meg. Valahogy aktiválni kell. Nyom meg. Esetleg is szeretném elővenni az iPhone-omat. Nézni, hogy van-e rajtam bármilyen. Ja, csatlakozó Bluetooth-on keresztül. Hát ha. Majd, hogy a telefonnal akarod aktiválni az izét. Hát meg akarom nézni, hogy van-e rajta egyáltalán bármilyen változás, gomb, akármi, ami arra utalna, hogy tudunk irányítani vele itt lent dolgokat, és akár ezt. Tudod, így felismeri az eszközt, mint amikor párosítasz rá egy fülhallgatót. Ja, értem. A beállítások Bluetooth-hoz szeretnék emelni. Dobd nekem egy árkánát, mennyire tudsz egy ilyen varázstárgyat kezelni, amit... Alig egy napja követtetek magatok. Sőt, kevesebb egy napja követtetek. Én nagyon rossz. Igen, pont erre gondoltam. Igen, tudod milyen bosszantóak azok a menük, amikor azt az egy menüpontot nem lehet megtalálni soha, amit keresel. Hetekig keresed azt az egy funkciót, aztán beviszed a szervizbe, hogy valamit csinálj meg, és a fickó meg így egyből rámutat, és
Na, most ez pont olyan bosszantó. Én szeretném mondani... mondjuk a pickó, jobb lett volna. Nem. Miközben ezt csinálja a Damien, én szeretnék tudom, és rátenni a kezem, és picit így a, ezek a fényes pontok így összesülésednek a kezemnél, és egy spell slotot el szeretnék használni rá. Bánt, hogy a tucra? Aha, úgyhogy fogom közben a követ meg közöttem. Igen, ahogy a, ezek a, hogy mondtad, ezek a kis fények, vagy még végigfutnak az ujjaidon bele a kőbe, az... Még csak most vettem sebre, mert nem robban fel. Ja. Ahogy végigfut ezekben a kis fényszálak menne végig a kristályon, kiegyesen a, mondja, a piramis kis éleire, onnan ki arra az egy csúcsára, ami Arborea felé mutat. És ez a hajszálvékony kis csík szépen lemegy a piriasztál oldalán végig a padlón, így egyenesen a fal felé. Majd föl a falra, de volt 2 méteres magasságra. És elkezd szélesedni ez a kis hajszálvékony csík. Amíg nem formál egy körülbelül 1,5 méter széles fénylő portált nektek. Hát akkor ez akkor... kicsit távolabb visz az otthontól, viszont ezt nem hiszem. Ahogy sétálunk felé, így féloldalasan mondom, hogy nem akarok folyton problémát keresni, de valakinek van ötlet, hogy mit teszünk, ha a másik oldalon nincs ugyanilyen portál? Csak egy gyors kérdés. Akkor keresünk egy portált. Szerintem kétségbe esünk. Szebb ne aggódj, folyton. Várisz, remélem, hogy jókat szoktál imádkozni ez a arboriaihoz, mert... ja. Hát... még nem is, én nem ismerek olyat, akinek valaha válaszolt az imáira, de... de biztos jó lesz. Hát, hogy nem is így lakik. Kicsit ilyen könnyes szemmel nézett, hogy ennél tudtál volna megnyugtatóbbat is mondani. Az a baj, hogy vagy ez, vagy az állatok kint. Na, izgulj, szebb, jó lesz. Akkor látjuk, mert várhatunk is igazából. Besétálok, amikor ezt mondja. Aj, Istenem. Szebb, innen csak előre van. Van egy olyan érzésem. Nekem is. Aj. Van-e bárki, aki nem akar átmenni rajta? Van egy idő. Vagy TPK. Vagy vehetem úgy, hogy mindenki átment? Én mielőtt átmennék, azt megcsinálom, hogy a portálon így átdugok valamit, és így visszakihúzom, hogy megnézem, hogy megvan-e az egész. De ezt azért, okay. Hogy Ambrosia már átment. Nyakondom. Nem, attól hogy lehet halálcsapda. Ambrosia beleáll egy kard a hátadba. Elpusztítom a kard végét. Jó, Ambrosia átmegy, így bedugod a akármidet, visszahúzod, sértetlenül visszajön. Jó. Mi? Én jövök vissza? Nem, amit beledugott, nem tudom mi az, de... Az a sértetlenül. Nem akarod tenni, hogy mit dugod vele. Ha nem lenne portál, akkor eltűnt volna, mert ugye nincs a másik oldal, visszajöjjön. Uh-huh. Szóval ez egy paradox. Ja, ez valamilyen paradoxnak tűnik, ez elég érdekes gondolat. Mármint, hogyha a másik oldal nincs portál és beledugsz valamit, akkor ebből a világból teljesen eltűnik az a rész, amit beledugtál. Tehát így megfelezünk. Mert nem gondoltam meg. De akkor igazából, ahogy átsétálsz rajta, akkor csak az arcodnak a fele megy át, és az egyből eltűnik és levágódik, ergo egyből levágódsz, hogy hozzáérsz, nem? Túl szerint. Vagy befejezheted a mozgásodat, de akkor a kard is befejezhette volna. Vagy amikor elkezdesz visszafelé mozogni, akkor vágódik le, mert nem tud visszamozogni, de ugye fizikailag úgyis úgy mozog a kezed, hogy lépsz, hogy visszakezd mozogni, akkor ez levágódik, nem? Nekem úgy tűnik, hogy senki nem figyelt portáltanon. Ezt Varysnak mondom, ahogy meg Drenernek. Varys az már nagyon messze jár lelkileg.
Jó, szerintem átmegyünk. Ja, és akkor Ziza. Ja. Hú, boy. Szeretem, hogy amikor a GM-ünk ezt mondja a jóból. De mondjuk, milyen jó lehet most a Tamásnak, Tamás az első percben, amikor elkezdünk játszani. Oké, akkor most ilyen downtime-ot csinálunk, nem? Mi? Lehetünk egy szakadékba, átmegyünk egy jégbirodalomba, és aztán meg egy istenhez gyorsan. Ja, downtime. Milyen lehet az aktíve? Nem így működik a downtime. Azért lesz downtime, mert most mind meghalunk. És szó szerint downtime Oké, okay, tehát ahogy kiléptek szépen sorban a portál másik oldalán. Egy hegyoldalba érkeztek. Egy elég meredek köves hegyoldal, itt-ott azért még állnak fák. De mindegyik kopasz, égés nyomok vannak rajtuk, sok ketté van hasadva, vagy egyenesen le van égve a tönkéig. A portál, amit bejöttetek, az is egy hasonló fa oldalán nyílt, csak ez a többi ellentétben el van kövesedve. Még nagy rész egészben van magas, jó 20 méter magas fa, ölnyi vastag törzsel. De mintha teljesen kővé lett változtatva. Aktív még a portál? Aha, még ott van. Csak én érdeklődésként szerb, az egy első szintű slot volt. Yes. Oké. Okay. Oh, fucking shit. Ment szerb, ez teljesen magabiztos, de erre nem gondoltam, hogy yeah, oké, okay. Well. Csak érdeklődés szintjén, biztos nem fontos, ne foglalkozz vele. Ahogy átlépünk, megérzem, hogy amúgy nem kellett volna valakinek ott maradni, ahogy véletlenül beszerődik ez a portál, akkor onnan ki tudja nyitni. És akkor bezárulik. Igen. Nem. Amúgy nem rossz ötlet. Kicsit átgondoltam, és ugye egy nagyon gyenge mágiával aktiváltam, ahogy előtte is mi az? Liftet, de nem tudom, hogy ez meddig tart ki. De kit küldjünk vissza? Akitetnek nincs a mágiája. Még szabad mágiája. Honnan tudjuk, hogy mikor kell kinyitni a portát? A másik oldalon. Amit nem becsukódott. És hogyha még akkor sem értek vissza, és a másik fél kifagy? Kifagy a mágiából? Nyugi, megandaljátok túl. Adjátok, hogy a lehet, hogy csak siessünk inkább. Hogy hagyja oldalon vagyunk, én szeretnék körbenézni, hogy látok-e valami települést, vagy akármit. Nem okay. Igazán tudom, mire számítjak, szóval csak így. Ahhoz képest, hogy ott a megbeszélések alapján ez itt egy másik lécsikre mentetek át, meglepően természetesnek tűnik. Viszont akkor jöhet a bizonyos perception check. Akár azt is mondom, hogy egy valaki dobjon advantage-en. Ki esetleg jóban. Szeretnéd dobni, vagy dobjak én? Nem tudom, döntsétek el, rajtatok el. Dobjál már. Te vagy a scoutunk, Ambrózia. 26. Akár. Nice. Mert megnézzük, én mit dobtam volna, csak ki kíváncsiság volt. Aha, jó. Nice. Oké. Hát ahogy itt a hegyoldalban körülnéztek, shit, ezt nem tudom kinagyítani még. Egyrészt a hegy alatt, mert hogy inkább a hegy előtt egy nagy síkság veszi körbe ezt a helyet, ahol itt-ott valami régi erdő maradványai vannak hasonlóan összeégve, mint idefönt, máshol nyílt pusztaságok, két folyó folyik végig rajta. És valahol messze a horizonton
egy kicsit fura, nem tudom mennyit néztél már Ambrózia, csak úgy a nagy távoli horizontra. Mintha kicsit közelebb lenne, mintha nem lenne annyira végtelen, mintha nem görbülne ott a széle. Lapos egy föld. Flat earth lenne. Ez egy lapos föld. Van mind minden nagy, egyes föld. Messze van a széle, de úgy néz ki, hogy... Mármint ez is egy lapos föld. Ez is egy lapos föld, mind minden egyes föld. Azt hiszem, már félreértettem. De igen. Mit tűnik ez a birodalom véges? Valamint, amit még láttok rajta. Egyrészt az alapján, ahogy így össze van égve ez az, nagyon úgy tűnik, hogy ez valamikor régen egy csatatér volt, ami ennyire összeégett. Ami szóval... város és civilizációt illeti, itt-ott látni romokat, de tényleg csak kőhalmokat, amikben látszik, hogy némelyik faragott kő volt. Ami még áll, az a hegy tetején áll egy torony, ami legalábbis a hegy magassága még egyszer van, egyenesen fölfelé áll. Varys, ami azt illeti, neked erre nem kell dobnod. Te ezt hallgattad egész gyerekkorodban. Egy pillanat, nem akarom félre mondani. Gyorsan... A torony, hogy végignézed az összes is képeskönyv, az összes mese, amit hallottál, jelenleg itt van előtted. Ez a torony, ahol az elfeknek az istenei laktak. Legalábbis némelyikük, ahol ő maga is lakott. Ahogy így nézek a torony felé, és így kezdenek beugrani a történetek, és így egyre biztosabb vagyok benne, hogy ez az a torony, így ezzel csak így azon kapom magam, hogy már egy ideje nem vettem levegőt, és így a szívverésem is elkezdett kiadni. Egyszerűen teljesen le vagyok sokkolódva. És azt mondom a többieknek, hogy ez az a hely. Oda kell mennünk a toronyba. Lehet, hogy nem fog tetszeni, amit ott látsz. Így körbenézek a csatatéren. Azt tudom, de hogyha bárki tud nekünk segíteni hazajutni, az ott lesz. Ebben ez biztos. Nem biztos, hogy lesz az a bárki. Mármint nem akarok, de ezt köztudod, hogy már régóta nincsenek istenek. Gondolod, hogy te várunk ott? Gondolod, hogy nem hallottunk volna már valamit? Elég közel vagyunk hozzá, vagy... Mármint, hogy menjünk, nézzük meg, de nem akarom, hogy... túl nagy reményekkel fordulj hozzá. Én úgy tudom, hogy csak nem talál, és hát nem hallottak istenekről mostanában. Szóval attól még létezhetnek? Egész pontosan arról van szó, hogy a történelmi fejezések szerint egyszer csak eltűntek. Ugye, hogy eljött a terraform, nem is, még a terraforming háború előtt. Tehát még az első kor végén egyszer csak eltűntek. Ahogy ugye először visszajöttek a felszínre a túlélők. Nem voltak sehol. De klerikek vannak, sokféleképpen lehet értelmezni, amit írtak az istenekről, de szerintem legjobb lett az emberekből, meg az elfekből, meg a népekből. Legalábbis én így értelmezem. Tamás, klerikek még vannak? Tehát azért valakik vannak, akik megnyerik még az erőket? Nagyon ritkák. Tehát az, hogy valaki isteni mágiát hordjon, az rendkívül ritka. És még ha van is, azok is általában átérzik, hogy itt azért annyira nem egyértelműen nem annyira egyértelmű a kapcsolat. Kicsit bonyolultabb annál. Varys, minden esetre lehet, hogy általában te mész föl, de most maradj kicsit átrébb. Mire gondolsz? Miért? Nem tudom, mit fogunk látni abban az aranyban. Legyetek már kicsit pozitívabbak.
Itt vagyunk egy teljesen új világban. Lehet megtaláljuk az isteneket. Lehet, Varys, megtaláljuk a te istenedet is. És hát a miénket, I guess. Jó. Az van egy ötöst érne? Nem vagyok biztos benne, hogy amit eddig láttunk, az így jót tenne a világunknak, de egy ötös biztos megért. Jó, akkor szerintem el is indulunk. Jaj. Oké. Elindultok fölfelé a hegyen, kőről kőre mászva. Itt-ott elő kell venni köteleket, mászószögeket, mindent, hogy ugye a magasabb részekre. Azért felszik, hogy ez a hegy rohadt nagy a költő szavaival élve. Varys, te tudod is menet közben mesélni a többieknek, hogy ez itt Arvandor, a Arboria legfelső emelete. És itt a hegy tetejére ott laknak ugye a szelef istenek. És ugye, alkalmanként a régi történetek szerint vannak is voltak zarándokok, akik gyalog megtették ezt az utat. Ami hát egyrészt idáig eljutni is egy komoly kihívás volt, és főleg eljutni a toronyig, az már még nagyobb. Srácok, ez egy szent kiváltság, amit most csinálunk. De amúgy Varys, lehet, hogy hülye kérdés, de ez ugyanaz a... ugyanazon a síkon vagyunk, mint korábban? Vagy ez egy teljesen másik létsík? Ez ugyanannak a síknak egy másik szintje. Szóval azon a síkon belül vagyunk még. Aha. De viszont egy másik szintje. Értem, ilyen... Aha, értem. Úgy képzeld el, mint egy épületnek az emeleteit. Igen, meglepő módon jobban ismerem a Pandemonium, meg az Abyss, meg a Hades szintjeit, és valamiért, nyilván azért, mert nincsenek istenek, azért ezeket nem tudom, de most már értem, mire gondolsz. Amikor mondja ezt az Abyss, meg a Hades szintjét, akkor én ránézek szebbre egy pillanatra. Ja, mi, Abyss, meg Hades mondtál, miért? Nem, mert azok is ilyen, hát ezek is, akkor úgy értelmezem, hogy ilyen szent szintjei a létezésnek, és azok vannak lefelé. Talán azok nem tudok, azok jobban megragadtak, mint ezek. Gondolom, nem tudom, lehet, hogy úgy gondolom, hogy a gonosznak több fajtájában van, mint a jónak, mert a jó az úgy általános, de ez csak egy tipp, nem tudom, miért azok maradtak meg bennem. Értem, mászunk tovább. De velünk kész, hogy felfedjük-e. Ez volt a legepikebb dolog, amit mondtam, amúgy nem tudom, hogy figyeltetek-e. Ez egy Paulo Coelho mondás volt. Pont lekéstem róla, de itt vagyok. Csak azt hallottam, hogy szebb sátán Isten. És a leszegére szabibb jegét. El van. Na, vagy mire gondolsz? Ja. Mindjárt megírom és csinálok belőle egy posztert. De mehetünk tovább. Okay. Epic volt. Ezt ugyan szeretni fogjátok, de ezúttal athletics checkeket kérek, mint egy group skill check. Oly már! Majd dobjunk már Acrobatics-ot. Nem. Oh man. Eddig Dexterity-ket dobtatok. Ez ötlen Advantage cselet, de... 8. Jókat dobunk. Ja. Nice. Tizennégy. Nice. Ahogy haladtok tovább, egyre tovább, azért párasztóhegymászás, és egyébként feltűnik, hogy már jó ideje úton vagytok itt fölfelé. De nem úgy tűnt, hogyha a nap lemenne. Egészen úgy, mintha a nap egyáltalán nem menne le itt. De valószínűleg már órák óta másztok fölfelé. Én szeretnék hátra nézni, látom a portált. Ha már ilyen ilyen távolságból? Nem. Mind a szemed mit lát? Ezt meg tudom mondani. Hát ilyen nagy távolságból az a nagy kimagasló, megkövült fát még így valahol látod a
úgy a messzeségben, de magát a portált nem látod már rajta. Ajaj. De én semmit, csak megyek tovább. Elkönyvelem. Pedig ha mondtad volna, akkor azt hazudtam volna, hogy I guess mostantól itt élünk. Legalább nem megy le a nap. Sebnek ez jó. Jó, amúgy így mióta, hány órája megyünk így, ha kint este van, akkor így elfáradtatok, letáborozzunk, alszunk egyet, vagy megyünk tovább, amíg bírjuk. Jó. Mehetünk tovább, még hétegre süt a nap, még nincs este. Mehetünk. Ez a beszéd szebb. Mindjárt ott vagyunk, érzem. Jó. Akkor csak mentek, amíg bírjátok, ezek szerint. Igen, könyörtelenül megyünk előre. Ja, így, hogy nem tudjuk, hogy éjszakan van, vagy sem, és azt szerintem az időt ezek szerint, ha nem is mozog a nap. Uh-huh. Elindult a jetlag. Oké. Akkor viszont... konszíveket fogok kérni Exotion ellen, ahogy csak mentek tovább, egyre tovább és tovább, ha csak nem akartak úgy dönteni, hogy na jó, ez fárasztó. Jó, én alapvetően azért, hogy már annyira fáradtak vagyunk, hogy tudjuk, hogy most már ja. Ja, igen, erre próbáltam célozni. Ja, akkor pihenünk. Mert én úgy gondoltam, hogy azért megyünk tovább, nem állunk meg csak úgy, de már éreztük, hogy leszeked a lábhoz. Igen, hát már úgy értette, hogy már órák óta úton vagytok. Ja, akkor pihenünk. Azért szerintem nem akarunk fáradtan odaérni a placra. Hát szeretem sem. Meg utálok fáradtnak lenni. A valóságban is, inkább nem fáradok is soha. Ja. És miért egy pizzát tettél, hogy érted alá? A pizza itt a jót, vagy a gonosz cimbalizálja? Mert nagyon jó lett így. Ez filozofikus. Vajon a pizza jó, vagy gonosz? Igen, a pizzára is. Vagy mindkettőre csak egy arca? Igen, ez a pizzára is illik ez a mondás, csak el kell dönteni, hogy melyik alany. Bölcs. Na, gondolom, akkor lefekszünk a lukálni. És egy fejezetig? Úr.